Nagy volt az ára a hétvégi győzelmünknek. Fülöp Noel bokatörést szenvedett, így most már ő is a sérültek listáját erősíti, ami már eddig is elég veretes volt. Én sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy egy rendkívül szomorú és sajnálatos esemény volt, a Noel törést szenvedett. Nagyon-nagyon sajnálom, nyilván nehezen pótolható játékosról beszélünk, mindez igaz a Gyepes és a Gárdos esetében is. Nagy valószínűséggel egyik sem fog a rendelkezésemre állni a hétvégé. Ám térjünk vissza a Vác elleni meccsre, és próbáljunk vidámabb témákat érinteni. Zsivócki Péter ugyanis megszerezte első gólját a soriban, amiért egy bambival mindenképp tartozik Pál Andrisnak, és még egy fogadást is behajtottak rajta. Már a gólom után mondtam neki, hogy köszönöm. Nem csak az ő érdem volt, az egész csapaté. Örülök, hogy megkezdtem B2-be is a gólgyártásnak, még nem nevezném, de remélem, hogy ez az úton haladok tovább. A szerencse eddig elpártolt tőlem, de dolgoztam keményen, és hogyha egy ilyen kis apró góllal is, de szerencsére elkezdett mellém állni. És ha jól tudom, volt egy fogadás is a gólod után. Mi volt az? Igen, a Valencsik Dáviddal fogadtam. Épp pont az STK meccs után, amikor kapufát lőttem, és egy kicsit el voltam keseredve, hogy én sose fogok gólt lőni, úgy néz ki. És akkor mondta, hogy jól van, hogyha lövök. Ha meglövöm az első gólom, akkor szedjem le teljesen a szakállamat. Én már 2 éve nem borotválkoztam rendesen, úgyhogy szerencsére elég hamar eljött ez a pillanat, és másnap már be is hajtotta rajtam. Ez egy nagyon fontos lépcső volt természetesen, hogy hazai pályán egy rivális ellen nyerni tudjunk. Nyerni kellett ezt a mérkőzést. Azt gondolom, hogy a játékra rá is nyomta a Téta a bélyeget. Nyilván ilyenkor a kreativitás egy kicsit háttérbe szorul. Ezt tudomásul kell venni, ez egy pszichológiai alaptétel. Nagy volt a tétje, ezért nagyon meg vagyok elégedve a csapattal, és miután a mérkőzésnek a 70%-ában az utolsó pár percet leszámítva 60-40%-ba birtokoltuk is a labdát. Természetesen ebben vannak taktikai elképzelései az ellenfélnek is, tehát nem szeretném azt mondani, hogy annyira rájuk tudtuk erőltetni az akaratunkat, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy ez a győzelem rendkívül értékes volt, és nagyon elégedetté tesz engem az adott mérkőzést illetően. Természetesen, ha visszatérek a sorozatra, ami előttünk áll, akkor ez egy állomása volt ennek. Egy mérkőzésre készülünk, ezt mindig el szoktam mondani. Nem is nagyon engedem a tabellát nézni senkinek, mert azt gondolom, hogy egyetlen egy esetbe kell, az a 30. forduló, addig pedig egy-egy feladat van, amit teljesítenünk kell. Pandur Péter csapatunk kapitánya nehéz heteken van túl, ugyanis szeptember 12-én a Siófok elleni meccsünktől kezdve nem jutott szóhoz bajnokin, ám ő profiként tette a dolgát és bizonyított. A Vác ellen már újra ő kísérte a pályára a csapatot. Próbáltam úgy hozzáállni a dolghoz, hogy előbb-utóbb el fog jönni az időm. Sikerült úgy visszatérni, hál' Istennek, hogy tudott nyerni a csapat. Normálisan kezeltem a dolgot, igazából előbb-utóbb ennek úgy is el kell majd jönni, hogyha öregszik az ember, hogy át kell adni a fiataloknak a helyet. Az edző dolga mindig eldönteni, hogy kivel számít a csapatban. Előző edző úgy döntött, hogy velem nem. Majd meglátjuk, mi lesz a folytatás. Ez egy olyan játék, mondhatnám a röplabdát is, ott kicsit rosszabbak az arányok, itt 20 játékos alkotja a csapatot, és 10 tud fölmenni egy időben a pályára, a mezőnyjátékosokról beszélünk, tehát ezt tudomásuk kell venni mindenkinek. Én azt gondolom, hogy ebből profi játékosnál nincs, de a Pétert ismerve ezt ragyogóan dolgozta föl, és hát ugye a hétvégi teljesítménye meg azt is mutatta, hogy megoldja ezeket a feladatokat, akár így is, akár bármilyen formában a rendelkezésünkre tud állni. Lucsánszky Tamást egy egészen új szellemiséget hozott a csapatba, illetve az Úrják Csabi bácsi, úgyhogy minden edzésen nagy hangsúlyt fektetünk a taktikára, illetve a fizikális problémákra. Úgy érzem, hogy nagyon-nagyon jó úton haladunk, mind taktikailag, mind fizikailag. Ez szerintem meg is látszott az eddigi meccseinken, és most már jött az eredmény is. Úgy gondolom, hogy ezen az úton kell tovább haladni. Hétvégén Balmazújvárosba látogatunk. Sokunkban még mindig él az a Balmaz elleni idegenbeli meccs, amikor fájó 1-0-ás vereséget szenvedtünk. Rossz volt átélni. Itt az idő a visszavágásra. Ó, igen, az egy nagyon furcsa mérkőzés volt, mi is úgy készültünk. Annak idején direkt lementünk egy nappal előbb, összetartás volt, tehát egybe volt a csapat, igaz, pont nyeretlen szériában voltunk akkor is. Kiki meccset játszottunk ott lent, közel azonos képességű csapat volt mindni. Tehát nagy helyzet nem is volt, tehát nekünk volt két nagy lehetőségünk, mert a Pál Andris is ott
kihagyta az ígyszert, és ők pedig egy pontrugás után szereztek vezetést, az pont abban a paszban voltunk, hogy semmi nem jött össze nekünk, nekik pedig egy talált góla sikerült nyerniük. A Balmazújváros nincs jó formában, legutóbb 5-0-ás vereséget szenvedtek Kisvárdán, de az eredményből nem szabad messze menő következtetéseket levonni, 3 kiállítást is elszenvedtek a vendégek, és ebből 2-es ember hátrányban fociztak 40 percig. A mérkőzés hozadéka, hogy így 3 alapemberét kell Feczko Tamás csapatának pótolnia. Balmazújvárosban nagyon-nagyon nehéz nyerni, ezt mutatják az eredményeik is. Én nem vonnék le következtetéseket, nem is lehet egyébként ebből az ötösből, hiszen nem teljes létszámmal fejezték be azt a mérkőzést. Az a múlt héten volt a mi mérkőzésünk, meg majd ez azután következik. Én ezekből nem szoktam következtetést levonni, nem is az ellenfél lesz érdekes, hanem mi, hogy tudjuk megoldani a feladatokat. Ez mindig veszélyes, hogy az adott csapatnak milyen volt az előző heti nyeresége vagy veresége. Szerintem egy nagyon-nagyon nehéz mérkőzés lesz, a Balmaz otthon mindig egy nagyon agresszív futballt játszik, de hát azért megyünk oda, hogy a 3 pontot megszerezzük. A futball az mindig visszaadja az igazságot. Tavaly igazságtalanul szenvedtünk ott vereséget. Igaz, nem is voltunk sokkal jobbak, mint ők, de kikapnunk nem szabadott volna. Úgyhogy bízom benne, hogy most egy picit mellénk áll a szerencse, és ha összefogunk, akkor meg tudjuk nyerni ezt a mérkőzést. A találkozó szombat délután 13:30-kor kezdődik.